ha kettőt, ha egyet, ha négyet akarsz, hanem akkor tudjuk legjobban kiegyensúlyozni, meg nem fog lesni róla a madárkánk, hogyha hármat csinálunk. Egy rövid útmutatás mielőtt neki kezdenek a munkának a nyíregyházi Szent Imre iskola diákjai. Vágnak, kötöznek, dekorálnak, madáretetőt készítenek az ötödikes tanulók. Először is egy kulacsot kell, amit újra kell hasznosítani, és ebben is segítünk, hogy nem dobjuk ki, hanem újra hasznosítjuk. És ilyen hurkapálcikákat ragasztunk rá, kivágjuk, és egyben itató is, mert alá teszünk egy ilyen tárgyat, és oda teszünk innivalót, és akkor tudnak inni és megenni is. Hogy mennyire fontos ez a feladat az évnek ebben a szakában, azzal mindegyikük tisztában van. Télen a madarak nagyon nehezen találnak ennivalót, és így segítünk nekik, és keveset étőt csinálunk azért, hogy mindig tudjuk őket feltölteni és etetni. A nebulók a csütörtöktől vasárnapig tartó, idén 14. alkalommal megszervezett 72 óra kompromisszum nélkül című ifjúsági akció keretében tevékenykedtek. A kezdeményezést évről évre több ezer tanuló bevonásával rendezik meg, azzal a célra, hogy különféle közhasznú feladatokon keresztül erősítsék az önkéntes segítségnyújtás és munka fontosságát, amely a feltétel nélküli szeretetről és odaadásról tesz tanúságot. Itt a Szent Imrében minden osztály bekapcsolódott a programba, a 11-esek például a kisebbeket patronálták. Noszogatni nem kell őket, mert ugye ez azért sokkal színesebb, érdekesebb számukra, mint az, hogy a tantermekben üljenek egész nap, tehát nagyon szívesen mennek, szívesen vesznek részt, és ez mindenképpen egy közösségépítő élmény, hogy ők együtt tevékenykednek valamit. Nyilván a 72 órát, tehát az, hogy 3 napot dolgozzanak egybe, ezt nem tudjuk kételezni, de egy-egy napot bekapcsolódnak, és azt gondolom, hogy ebből fog majd kinőni az, amit mondjuk 18-20 éves korukban már önként tudnak projektekben részt venni. Tehát azt gondolom, a fokozatosság nagyon fontos szerintem. Megtanulják, belekóstolnak, megízlelik, és aztán felnőttként már tudnak nagyban alkotni. Igen, magasan jó lesz? Vagy tegyük magasabbra? Miután elkészültek, a tanulók gondosan fel is kötötték az udvaron lévő fákra az etetőket, amelyekbe persze az eleség is belekerült. A természet és környezet szeretete és védelme már ebben a korban fontos a fiataloknak. Mi otthon is sem a szelektíven gyűjtünk mindig, meg a rendes kukákba rakjuk, és hát az osztályfőnökünkkel is együtt, ő is nagyon környezetvédő, és hát így mindig beszél róla nekünk is akkor, hogy lehet jobbá tenni a környezetünket. A katolikus, református és evangélikus egyház szervezésében megvalósuló több vagy ha acc mottójú program megyei eseményein idén körülbelül 1300-an vettek részt 13 helyszínen. Volt, ahol játszóteret újítottak fel, máshol erdőt takarítottak, vagy épp kerítést festettek a fiatalok.